Táncolnak az újpetrei fiatalok a település művelődési házának udvarán. Itt tartották a Nemzetiségek Egy Asztalnál elnevezésű rendezvényt májusban. Nagyon-nagyon tetszett az ötlet, amikor az Ifjúsági Egyesület és a Cigány Önkormányzat ezt kitalálta, ugyanis nagyon frappáns és jó szlogent hoztak ennek a mai napnak, hogy mind Nemzetiségek Egy Asztalnál. Én azt gondolom, hogy erre most már nagyon fontos dolog van. Még a kultúránkat tudjuk ápolni, tudjuk átörökíteni a gyerekeinknek, már aki vénából képviseli ezt, és azt gondolom, hogy itt és most mindenki láthatja, hogy mi minden kultúra és milyen sokszínű Magyarország. Így a sváb kultúrát, a német kultúrát, illetve a dunamenti németek kultúráját ápoljuk, hiszen itt Újpetrén nagyon sok sváb volt, és van is még, amikor összeírtuk őket, és akik vállalták természetesen. Úgyhogy a mi egyesületünk az egyetlen, akik a sváb hagyományokat ápolják. Ezt a német önkormányzat és a helyi önkormányzat nagyon sokban támogatja, nagyon sok pályázatot nyerünk. A csoportjaink pedig három is van. Egy fúvós zenekarunk van, van a mi tánccsoportunk, ahol gyermekek is már több generációs tánccsoport, és a sváb az ilyen több generációs, és van egy kézműves körünk, ahol nagyon büszkék vagyunk a hölgyeinkre, a nénikéinkre, akik még horgolnak, kötnek, és megmutatják, hogy régen mit is csináltak, és hogyan, olcsón, és ezt bebizonyítjuk még a táborban. Nyáron tartunk minden évben egy tábort, ahol egy kicsit toborzunk is gyerekeket, meg igazából elfoglaljuk azokat a gyerekeket, akik otthon vannak, és nem tudnak a szülők tud róla, hogy mennyit tévéznek, így aztán egy nagyon jó kis elfoglaltság van nekik két hétig. Színpadot, rendezvénysátrat is felállítottak az újpetrei szervezők. Először német zenét, táncot hallhatott, láthatott a közönség. Az Újpetre Ifjúsági Egyesület szervezésében jött létre ez a rendezvény. Fő támogatója az újpetrei német önkormányzat és a cigány önkormányzat Újpetre. Innen is jött az ötlet, hogy nemzetiségi napként szervezzük meg a rendezvényt, és szerencsénkre vagy a jó munkánknak köszönhetően pályázati úton is sikerült nyernünk hozzá támogatást. Így úgy gondolom, hogy egy színvonalas programot tudtunk összeállítani. A mai nap folyamán igazából a két nemzetiségi vonalat próbáljuk kicsit bemutatni, főként azt, hogy itt Újpetrén hogyan él meg egymás mellett a svábság és a cigányság. Ezért hívtunk két nemzetiségi fellépőt, ki a cigányságot képviseli, ki a német vonalat képviseli, és mellé persze a populáris vonalat, hiszen azért a fiatal családok, a fiatal párokra is kell gondolnunk. Úgy gondolom, jó az együttélés helyben mind a két nemzetiségnek, nagyon sok közös programunk van az évek folyamán már kialakult egy ilyen kulturális együttműködés. Barátnőmmel közösen vettük át nemrég a két nemzetiségi önkormányzat vezetését. Ő vezeti a cigány önkormányzatot, én pedig a német önkormányzatot, és így ez még inkább megkönnyíti a munkánkat. Sok fiatal tudunk bevonni a programba, aminek nagyon örülünk, mint a svábság részéről, mint a cigányság részéről, és van is rá érdeklődés, tehát van rá évről évre nő, úgyhogy úgy gondolom, hogy ezt hagyományá tudjuk tenni Újpetrén. A svábság az konkrétan 108-110 fő a regisztráltaknál, ugye nyilván ezen kívül vannak még a gyerekek a családokban, a cigányság az körülbelül a fele ennek a mennyiségnek, de ők is nagyon aktívan részt vesznek a kulturális életbe Újpetrén. A rendezvény sátor megtelt a produkciókra, sőt még táncra is perdültek a helyiek a sváb zenére.